Mára már több mint 250 molekulát ismerünk a csillagközi térben, és a 250 molekulából körülbelül 25-öt az idei évben fedeztek fel. Egyre modernebb űreszközök segítségével vizsgálják a világegyetemet. A rádióteleszkópok a rádióhullámok spektrumai alapján hatékonyan azonosítják a kémiai részecskéket. Ezt nevezzük rádiócsillagászatnak. Az infravörös tartományban a földi atmoszféra fölött űrtávcsövek szolgáltatnak molekuláris információt a csillagközi térről. A legújabb infravörös űrtávcsövek segítségével már a naprendszeren kívüli bolygók atmoszférájának vizsgálata is lehetővé fog válni. A laboratóriumi asztrokémia a csillagászati objektumokra jellemző, rendkívül extrém körülmények között vizsgálja a kémiai reakciókat, a csillagközi térben felelhető molekulákat és ezek létrejöttét. Ezek között egyszerűbbek, mint például a vízmolekula, vagy kis biomolekulák is megtalálhatók, csak úgy, mint a földi körülmények között egzotikusnak számító reaktív molekulák. A laboratóriumi asztrokémiának az egyik kihívása, hogy ilyen molekulákat előállítsunk valahogy, fölvegyük a laboratóriumba a színképét, azonosítsuk. Ha megvan a laboratóriumba a színképe, akkor az űrteleszkóp vagy a rádióteleszkóp által fölvett színképpel összehasonlítva meg tudjuk mondani, hogy tényleg ott abban az objektumban találunk ilyen molekulát. A csillagközi térben felfedezett első kétatomos részecske a CH-gyök volt. A leggyakrabban előforduló molekula pedig a hidrogén molekula. A fehérjék építői az aminósavak, a naprendszer kialakulása és a földi élet megjelenése előtt is voltak már a csillagközi térben. Erről árulkodik az 1969-ben Ausztráliában becsapódó Murchison meteorit kémiai összetétele. A Rosetta űrszonda néhány éve egy üstökösön történt mintavételét követően a legegyszerűbb aminósavat, a glicint azonosították. A kutatócsoport egy olyan egyedülálló berendezést épített, mellyel a csillagközi térben előforduló kémiai részecskék szintézisét modellezik alacsony hőmérsékletű csillagközi jégszemcsék felületén. Azaz felveszik és elemzik a létrejövő molekulák színképét. Arra vállalkoztunk, hogy egy olyan egyedi mérőberendezést építünk, amellyel nem csak hogy előállítunk ilyen egzotikus molekulákat, hanem olyan körülmények között hozzuk létre ezeket a molekulákat, ahogy ezek ott születnek. A speciális berendezésben ultranagy vákumban fagyasztják le az anyagokat, amelyeket besugároznak, majd azonosítják a keletkező molekulákat és megvizsgálják ezek színképeit. Ehhez szükség van nagyon alacsony hőmérséklet előállítására alkalmas hűtőkre, azaz kriosztátokra. Ez a berendezés már azt a célt szolgálja, hogy a csillagközi szemcsék felületén nagyon alacsony hőmérsékleten, nagy vákum körülmények között végbe menő, felületükön végbe menő kémiai reakciókat modellezzük, és ne csak új molekulákat állítsunk elő, hanem megértsük, hogy az adott molekula felhőben hogy jönnek ezek létre a molekulák. Az alsó kriosztáton csináljuk a reakciót a jegekkel, és utána leeresztjük ezt a harmonikát, össze lehet nyomni, szembe lehet fordítani a másik kriosztátot, és átpárologtatjuk az anyagokat adott hőmérsékleten a másik kriosztátra, de úgy, hogy elkeverjük argonnal. A fagyasztott argonba kerülő molekuláknak a spektrumvonalai nagyon élesek, nem úgy, mint a jégbe fagyott molekuláknak, és ezért egyértelmű molekulaazonosítást tudunk csinálni, míg a jégben felvett spektrumnál csak azt tudjuk megmondani, hogy ez valamilyen alkohol, amiben alkoholos funkciós csoport van, de nem tudjuk megmondani, hogy konkrétan melyik molekula. Ezzel a kombinált technikával pontosan meg tudjuk mondani, hogy a faszeszről, metilalkoholról vagy az etanolról van szó, tehát melyik szintetizálódott a kémiai reakciónkban. Egy másik típusú kísérlethez parahidrogénre van szükség. Szobahőmérsékleten és légköri nyomáson a hidrogéngáz körülbelül 25% parahidrogénből és 75% ortohidrogénből áll, melyet normál hidrogénnek is neveznek. A tiszta parahidrogént alacsony hőmérsékleten katalizátor segítségével állítják elő. A felső kriosztát köré van csavarva egy vékony kapilláris, ami meg van töltve vasoxid katalizátorral, ezen keresztül engedjük át a hidrogéngázunkat, le van hűtve 13,9 Kelvinre. Ezen, ahogy átáramlik a hidrogén, megtörténik ez az ortopara konverzió,
és akkor össze is tudjuk gyűjteni ezt a hidrogéngázt egy kis lombikban, amit később a nap folyamán vagy a kísérlethez fel tudunk használni. Leválasztjuk ezt a parahidrogén mátrixot. Ezt az úgynevezett parahidrogén mátrixot lézerrel besugározzák, ezzel hidrogénatomokat állítanak elő. Ebbe a parahidrogén mátrixba bele van keverve egyéb anyag is, ami mondjuk asztrofizikailag releváns, akkor ezekkel a molekulákkal hidrogénezési reakciókat tudunk véghez vinni, vagy hidrogén atomot teszünk rá a molekulára, vagy hogyha az már eleve tartom az hidrogént, lehetséges a hidrogén absztrakció, hogy a hidrogénatom leszakít egy másik hidrogénatomot a molekuláról, és így hidrogén molekula keletkezik. Ezek azért fontos reakciók, mert a csillagközi térben is előfordulnak ezek. Tehát így próbáljuk meg ezeket a folyamatokat szimulálni. Az egyedi berendezés segítségével többek között molekulafelhők, a Jupiter atmoszférája, illetve a Neptunuszon túli objektumok kémiája szempontjából érdekes molekulákat vizsgálhatnak a kutatók.